A tél közeletével a közlekedésben kiemelten fontos a látás és a láthatóság, ugyanis jelentősen romlanak a látási viszonyok, és hosszabb a sötétedés utáni időszak is. A látni és látszani kampány az autósokért van. A járművek egyik legfontosabb eleme a világítás, ezért ez a baleset megelőzés szempontjából is kiemelten fontos tényező. Ebben az évszakban a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét és saját magát a megváltozott körülményekre. Tehát a kampánynak az a célja, hogy minél több balesetet sikerüljön megelőznünk. Ennek érdekében a rendőrség a saját részéről fokozott ellenőrzéseket hajt végre. Ami gyakorlatilag a mai napon is a legfontosabb, hogy megváltoztak az időjárási körülmények. Nagyon fontos, hogy a megváltozott időjárási körülményekhez alakítsuk a közlekedési szokásainkat is, hogy egyre rövidebbek a nappalok, és nagyon fontos az, hogy a láthatóság, mint baleset kiváltó tényező, az megfelelő legyen. Gyakorlatilag ellenőrizik a megállított gépjárműveknek a világítóeszközeit, irányjelző berendezéseit, hogyha hiányosságot találunk, akkor figyelmeztetünk, helyszínbírságon és szabálysértési feljelentést teszünk. Hogyha kisebb hiányosságról van szó, akkor éppen az akció miatt inkább a prevencióra, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és nem arra, hogy most mindenkivel szemben eljárás kezdeményezünk. Sok esetben figyelmeztetjük a járművezetőket, ők pedig akkor utána elmennek, és akkor meg fogják javítani a járműnek a lámpáit. Ami a továbbiakban nagyon fontos, ez az ablaktörlőknek az állapota. Felhívjuk a figyelmüket, akit megállítunk és kapcsolatba kerülünk velünk, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy nézzék meg, ellenőrizzék le az ablaktörlő lapátokat, cseréljék ki a gumikat, annak érdekében, hogy zavartalan kilátást biztosítson az eszköz. Amit még ilyenkor figyelembe veszünk és szólunk róla, az a gumiknak az állapota. Ugye nagyon fontos az, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodjunk a jármű gumiával is. Nagyon régen volt az az időszak, amikor úgynevezett 4 évszakos gumikat föl lehetett helyezni az autóra, és télen-nyáron azzal jártunk. Ez az időszak nagyon régen elmúlt. Úgy vannak kialakítva a jelenleg használatos gumiabroncsok, hogy vagy a nyári körülményekhez biztosítanak megfelelő tapadást, vagy a téli körülményekhez. Most már éppen azt az időszakot éljük, amikor mindenféleképpen át kell állni a téli gumikra, ezért felhívjuk a figyelmet arra is, hogy amennyiben még nyári gumival közlekednek a kedves állampolgárok, akkor tegyék meg és cseréljék le az gumiabroncsaikat a téli gumira. A kampány során arra buzdítják a gépjárművezetőket, hogy vizsgáltassák át az autójukat, ellenőriztessék látásukat. Mindezt térítésmentesen az akcióban résztvevő szakszervizeknél és optikusoknál megtehetik. A programban résztvevő műhelyek térítésmentesen vizsgálják át december 15-ig a lámpák, fényvisszaverők működését, a lámpatestek állapotát, rögzítettségét, a fényvetőegységek állapotát és világítási tulajdonságaikat.